Köszöntöm nézőinket! Alig telt el fél év, hogy a Magyar Kupában a Taksony Ese a MOL Fehérvár FC csapatát fogadta városunkban, és most újra első osztályú ellenfél érkezett a DMTK sporttelepre. Most azonban a Dunaharasztira várt a megmérettetés a Budapest Honvéd ellenében. A hangulatra nem lehetett panasz, mind a hazai, mind pedig a vendégszurkolók részéről nagy volt az érdeklődés. A Honvéd esélyeshez méltón kezdte a találkozót, az első félidőben nem igen hagyta szóhoz jutni a hazaiakat. Helyzet helyzetet követett, és már a negyedik percben 0-1 állt az eredményjelzőn. Jól érezhető volt a csapatok közötti kétosztályi különbség, és a budapestiek már az első játékrészben eldöntötték a továbbjutás kérdését, azaz 5-5 számoltak csapatunkat. A kilátogató nézők így is élvezetes mérkőzést láthattak, hiszen helyzetekből, gólokból nem volt hiány. A második félidőben a biztos előny kényelmessé tette az NB1-es alakulatot, amit a DMTK ki is használt. Az 57. percben egy jobb oldali beadást követően Mende Baba vette be a Honvéd kapuját. Kapott gól azonban nem hatotta meg a vendégeket. Mondhatni elfocizgattak a mérkőzés hátralevő részében. A Rasti labdabirtoklásban felnőtt ellenfeléhez, azonban Giuseppe Sannino legénysége így is kontrollálta a mérkőzést.
Az utolsó negyed órában két helyzetet még gólra váltottak a vendégek, így 7-1-es győzelmet arattak. A DMTK annyit játszott, amennyit a Honvéd engedett, azonban csalódottságra nincs ok. A Kroner legénység tisztesen helytállt, és a második félidőben itt-ott szép megoldásokat is láthattunk, de főként az első játékrész képe alapján reális eredmény született.